Beköszöntök, úgy dobog a kicsi szívem, ha így széjjel nézek, mennyi nénit, bácsit látok, milyen sok vendéget. Örülünk, hogy eljöttetek, szeretettel vártunk, kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat nálunk. Lábú bárány, ez a játék nem szól másról, a szomorú királylányról. Nézzétek el itt a bára, toronytól a földig gyárba, mert víz el a szegény gyermek, éjjel-nappal csak pityerge. Tele is rít hat lepedőt, csörröt, vödröt, lyukas teknőt. Veleli király atyas, ország szerte dobolnak. Rang-tang-tang, rang-tang-tang, Bús királyunk közé teszi, lányát megnevetteti, annak kezét elnyelheti, s még fél ország is jár neki. Alig tőlünk két határa, ért egy bojtár egy bárányat, a legény a bajkos nódás, bárányom táncos mókás, nem is akármilyen fajta, szín arany a bunda rajta. Tramp-tada, tramp-tada, tramp-tramp-tramp, Bús királyunk közé teszi, lányát megnevetteti, annak kezét elnyelheti, s még fél ország is jár neki. Bozor, bundás, arany, bárány, hisz el kellett királynak megfojtozni ingem gatyám, segítsünk a búbánokat. Hegyen jártak napkelettel, völgybe szálltak naplevet, megszálltak egy fogadóba. Thank you.
Nincs elébe, de a só
leszek érted, de a két szemem elárult a bizonyítom. Iskolába járok ősztől, mert már 6 éves vagyok, hátamra veszem a táskám, és indulok, mint a nagyok. Táskámban sok tarka könyv van, mesékkel és képekkel, amint lapozgattam mögött, úgy tűnt, mintha érdekel. Megletem az anyukámat, én olvasok majd mesét. Ide jártam óvodába, most készülök iskolába. Egy szó, mint 100 ballagó, mert hogy én már nagy vagyok. 1000 színben 100 virág, összekötik pántlikát. Olyan most az óvoda, mint egy csodás palota. Jön helyettük sok gyerek, kicsik lesznek kedvesek. Egy kérésünk van csupán, gondoljatok néha rám. Búcsúzik a kis csoport is, hagyjuk és lánok, játék közben, mese közben, gondolunk majd játok. Ti se felejtsétek soha, régi óvodátok, bukkantatok bele néha. Mikor erre jártok, kedves vendég lesz itt mindig, Peti, Palkó, Márta, addig is tanuljatok jól a viszontlátásra. Úgy van nagyoktól, ballagnak a nagyok, vajon hová mennek, miért hagynak itt minket? Meg ezt a sikertet, kinőtték az óvodát, unják a meséket. Miért szól nekik sok vers és búcsúzó ének? Iskolába mennek betűket tanulni, sok tudománytól fognak okosodni. És ha majd eljönnek látogatni minket, ők olvasnak nekünk csodaszép meséket. Kívánjunk hát nekik szerencsés tanulást, most pedig vidám búcsúzás, ballagást! Nagyon kellemes kötelességek következnek készenből különösen. Szeretnénk eldicsekedni, ugye jelenlévő fiúk Perté díjjal jöttek haza a Bozsik fociról a tavasz folyamán, ami nem csak az ő érdemük, hanem azoknak a társaknak is, akik ma jelenleg nincsenek itt. És ugyanez a díj vonatkozik a felsőhodára is. Csapatunk ezt a díjat kapta. Ez azt jelentette, hogy viselkedésükben olyan magatartást tanúsítottak, hogy kiérdemelték a fair play díjat. A másik, ami rendhagyó, és ilyen nem volt még talán az óvodán történetében, hogy tehetséges gyermekekre akadtunk. Kiemelt figyelemmel vagyunk azok iránt, a gyerekek iránt, akiben azt látjuk, hogy egy kicsit több van, egy kicsit nagyobb a lehetősége, illetve az a adománya, az a talentum, amit ő hozott erre a világra, és ezeket a gyerekeket szeretnénk mi most megjutalmazni. Látták a videóban Lengvai Linda bemutatóját. Én úgy gondolom, hogy a nevelőtestület joggal mondta róla Linda azt, hogy te egy tehetséges gyermek vagy, ezért fogad szeretettel a Bogoda nevelőtestületet. Olyan gyermekeink is, akik példát tudnak mutatni a társaiknak, és az óvodénik szívét is mindig megmelengetik, mert viselkedésükkel, az óvodába eltöltött tevékenységeikkel méltó példája annak, hogy tanulhatnak tőle. A 4 év alatt egyöntetően tanúsított viselkedése, magatartása alapján Funtner Lászlót szeretnénk megjutalmazni ezen a tőle. A jó földbe vetett mag ezután még inkább fejlődni és növekedni fog.
A szülőknek is szeretnék köszönetet mondani, mert mindig elmondjuk, hogy nélkülük nem tudunk dolgozni, az ő segítségük nélkül nem működik az óvoda. Szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek, Nagy Anitának, a szülői munka közösségének, Sarok Szilvia és Sarok Róbertnek a sok-sok adomány. Mert ugye, amikor elköszön a harmadik gyermek, akkor jár egy emléklap. Szilvike, köszönjük szépen a Tótné Kocsis Györgyikének nagyon-nagyon sok gyümölcsöt kaptunk, adományt kaptunk tőletek. Köszönjük szépen! Lendvai Szabolcs és Lendvai Gyöngyike. Közösségben végzett szorgalmas, áldozatos munkáját szeretnénk megköszönni. És akkor most már tényleg a műsorunk végéhez érünk. Én köszönöm mindannyiunknak a segítségét, mert mindenkitől kaptunk. Köszönöm a fenntartóknak a támogatását, és örömmel mondom, hogy szeptemberben igaz, ti már csak bekukkanthattok hozzánk, de a többi pajtás egy nagyon szép felújított óvodába érkezik. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a lehetőséget, hogy megkaptuk. Köszönöm a kollégáimnak az áldozatos munkáját az egész év során. Mindannyiuknak nagyon jó egészséget, sok örömet kívánok a gyermekeikhez, és nagyon sok sikert. És akkor a végén az utolsó énekünk, hogy a, magam búcsúzás napja, az én...